7 ország 18 csapatának 106 versenyzője vágott neki a Budapest és Pannonhalma közötti 176 kilométeres távnak. A tervezethez képest mintegy fél órával később lőtték el az éles rajtot Budakesziről, ugyanis Budapest belvárosában a felvezető szakaszon 3 kísérőkocsi is eltévedt. A verseny nagy részén kisebb szökési kísérletektől eltekintve egy bolyban maradt a mezőny, egy percnél nagyobb előnyre senkinek sem sikerült szert tennie. Az első 3 óra átlaga 43,1 km/h-ra rúgott. Féltávnál rákezdett az eső, a versenyzők lendületét az időjárás azonban nem törte meg. Pannonhalmára érve következett a viadal legnehezebb és egyben leglátványosabb része, a helyenként 15%-os meredekségű, dísztérkő, burkolatú emelkedő az apátság felé, amelyet 3-szor is abszolválni kellett. Az ukrán Alexander Polivoda és a lengyel Darius Batek haladt 100 méteres előnnyel az élen, egy körrel később Czanecki is felzárkózott mögéjük, majd az utolsó 3,5 kilométeren megelőzte társait és megnyerte a versenyt. A legjobb magyar a 13. helyezett Kusztor Péter lett. A V4 nemzetközi országúti kerékpárverseny következő szakaszait Szlovákiában, Lengyelországban és Csehországban rendezik, utóbbi helyszínen lesz az összesített eredményhirdetés.